Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Nők a Tudományban elnevezési konferenciát. Az eseménynek ezúttal Bonyhád adott otthont. Balázsi Katalin a Nők a Tudományban Egyesület elnöke és a HunRen Energiatudományi Kutatóközpont Vékony Réteg Fizika Laboratóriumának vezetője. Különféle anyagok fejlesztésével foglalkoznak. Alapkutatást vagy ipari kutatást végzünk, például a tojáshé az ilyen nagyon közeli lehet a nézők részére, vagy hallgatók részére. A tojáshéjat feldolgozzuk, mivel nagyon sok benne a magnézium sztroncium, ez egy tökéletes implantátumanyag, és ugye ez egy kvázi szemét, amit mi feldolgozunk. Ebből égetéssel és különféle technológiákkal egy olyan implantátumot tudunk készíteni, amit fogászok tudnak alkalmazni, vagy akár a titán implantátumra egy vékony bevonatot tudunk készíteni, és akkor nagyon gyorsan csontosodik a beültetés után. Ez mindenkinek jó, főként a páciensnek, aki sokkal korábban tud teljes életet élni. A kutató szerint a nőknek sokkal nehezebb a tudományos pályán megállni a helyüket. Egy kicsit pozitívan tudjuk őket diszkriminálni, figyelembe venni ezeket a pályákat, és főleg megmutatni, hogy merjék vállalni, mert pont azért, hogy nagyon férfias pálya, nem is sokan mernek erre lépni, mert ugye ez nem a hölgyeknek való. Ha ezeket a sztereotípiákat fel tudjuk bontani, akkor igenis ennek van jövője, mert nagyon nagy szükség van a mérnökökre Magyarországon, a hölgyekre is. Hírra Tóth Andrea, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatóságán belül a karrier irodát vezeti. Business coachként és trénerként dolgozik. Hallgatókat segítenek abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő karrierutat. Sokféle programunk van, tréningeket is tartunk, ami az önismeretre világítja rá a hallgatókat. Nagyon sokan úgy jönnek be az egyetemre, hogy még nem tudják, hogy miért választottak egy adott szakot. Sőt, már kezdjük a középiskolákban pályaorientációval, hogy lehetőleg olyan szakot válasszanak, ami őnekik jó lesz. És akkor egyéni tanácsadásokat is kínálunk a hallgatóknak, amiben pedig személyre szabott segítséget tudunk nyújtani. Leginkább azt, hogy ők találjanak rá arra, ami őnekik a legmegfelelőbb. A szervezők abban bíznak, hogy a rendezvényt jövőre még nagyobb közönség előtt tudják megtartani.